Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket! Egy nagyon fontos kérdéssel érkeztem hozzátok, egy kérdést, amit egy kedves feliratkozó intézett hozzám. Neki az volt a kérdése, hogy mit kell ahhoz tegyek, hogy elkezdjek meditálni rendszeresen. És megmondom nektek őszintén, hogy bennem is volt egy kis megállás, hogy valóban mit kell, hogy tegyek. És azt találtam mondani, hogy figyelj, pacsizzunk le, és már is kezdheted a meditációt. Tehát, hogy tulajdonképpen nem kell semmi hozzá. Aztán egy picit tovább gondoltam ezt az egészet, hogy nálam ez hogy indult el ez a folyamat, és bizonyára az elme szeretné tudni, hogy akkor miért szeretnék én meditálni. De még fontosabb azt gondolom, hogy meglegyen egy hit, hogyha én elkezdek meditálni, akkor fog valami olyasmi történni, ami teljesen átformálja a világomat. De hogy nem szabad mégsem, hogy az egész folyamatot ez görcsösen irányítsa. Én azt gondolom, hogy meghúzódhat egy icipici szándék mögötte, mert hiszen itt van az elme velünk, tehát nem tud teljesen szándékmentesen működni minden, de hogy mégse az legyen a vezérfonal, hogy én azért ülök le meditálni, hogy jobban legyek. Ezt tudjátok, erről készítettem már egy tartalmat, hogy ez nem oké, mert onnantól kezdve nagyon-nagyon gyorsan magunkra rántunk egy elvárást. És az elvárás elkezd minket nyomni, és ez nagyon sok minden mást magával fog rántani, és egy idő után teher lesz gyakorlatilag a meditáció. De az, hogy elkezdjek meditálni, az nekem egy ilyen bízd a folyamatban. És hogy a folyamatban ez egy nagyon-nagyon fontos eszköz, ez a gyakorlás. Arról nem beszélve, hogy egy csodálatos eszköz, mert hogy tulajdonképpen az én egyetlen felelősségem az, hogy letegyem a popsimat. Mert hogy onnantól kezdve Isten igazából automatikusan zajlik minden. Tehát az kell még, hogy elhiggyem, elfogadjam, hogy nem én irányítom a dolgokat, hanem valóban van egy olyan eszköz a kezemben, ahol nekem effektíve 2x20 percre le kell üljek, de onnantól kezdve egész nyugodtan, egész bátran átadhatom a stafétabotot a rendező elmnek, a szeretetnek, a jóistennek, a tudatosságnak. Ha megvan ez a hit, ha megvan ez a hívás, hogy ez tényleg így működik, akkor azt gondolom, hogy készen állunk arra, hogy meditáljunk. És ha nem állunk készen, se baj, üljünk le meditálni, és majd talán meg fog érkezni ez az érzés. Nem mondom, hogy mindenkinek fontos az, hogy meglegyen ez az érzés, de egy alapvető hit, hogy elképesztően sokat teszek magamért, azt szerintem nagyon fontos, hogy meglegyen. De hogy nem kell semmi hozzá. Sem fizikailag, sem sehogy. Semmire nincsen szükséged. Nincsen semmilyen rituáléra. Aki kérdezte tőlem ezt a kérdést, egyébként elsősorban arra gondolt, hogy kell valami gyakorlatot csinálnom, kell valami előképzettség, kell valami tanulnom ahhoz, hogy elkezdjek meditálni. Nem. És ez a gyönyörű benne, hogy ez a képesség mindenkiben benne van. Csak egy kis fegyelmet kell hozzá passzintani. És akkor elkezd életre kelni, de semmire nincsen szükséged. El szoktam mondani, mindenki tud meditálni. Hú, hányszor hallom azt a választ, hogy hát én nem tudok meditálni. Persze, ez az elmének egy jó kis ellenállása, egy jó kis blöff, amivel kiugraszt a meditációból, és szépen betettük a fiókba a meditációt, hogy én ezt nem tudom, akkor én ezt nem is csinálom, akkor másfele keresgélek. De mindenki tud meditálni. Mindenki tud csendben lenni. Meg tudjuk tanítani magunkat csendben lenni. Megvan a készség, képességünk arra, hogy csendben maradjunk. Megvan a készség, képességünk arra, hogy ne reagáljunk a belső gondolatainkra, ne reagáljunk az érzéseinkre. Ezt csak fel kell ébreszteni. De mindenkiben ott van zsigerileg ez a csodálatos képesség. Tehát nem kell semminek történnie, nem kell semmit csinálnod annak érdekében, hogy a rajtvonalhoz fölálljál és azt mondd, hogy készen állok. Ez az. Kvalifikáltam magam, hogy meditálhatok. Nincs ilyen, nincs ilyen. És ez a gyönyörű ebben. Elvégeztem ezt és ezt a kurzust, ezt megcsináltam. Elértem ezt a kort, elértem ezt az érettséget. Jó, most már tudom ezt úgy, hogy meditálhatok. Nincsen ilyen, semmilyen nincsen. Semmilyen nincsen.
Bármikor elkezdheted. Semmire nincsen szükséged ahhoz, hogy elkezdjél meditálni. Semmire. Magadra van szükséged. Meg talán egy helyre, ahova le kell üljél. De még arra sincsen, mert hogyha te állva szeretnél meditálni, akkor állva. Ha te sétálva szeretnél meditálni, akkor még arra is van lehetőség, hogyha ez eleinte könnyebb neked. Úgyhogy pacsizzatok le magatokkal, és hajrá! Álljunk bele, csináljuk! Mert mindent át fogsz formálni az életedben, minden rosszat, vagy minden nem rosszat, bocsánat, ez az én minősítésem, minden olyat, ami egy kicsit terhes, vagy nagyon terhes, azt ki tudod pörgetni magadból, azt föl tudod oldani magadba, azt tovább tudod engedni. Fel tudod ismerni majd a békét magadban, és ez a belső béke, ennek a felismerése fogja átrendezni utána a teljes külső világodat is. Hiszen nincsen kívül és belül, minden egy. Amit belül van, az lesz kívül is. És pontosan ez a felismerés, ez a béke, ez a nyugalom, ez az egyensúly, ez a rendben van minden, ez a jól vagyok, ez a szeretem az életet, ez meg fog jelenni kívül is. Úgyhogy kezdjetek el ti is meditálni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek, hogy a kifelé vezető út befelé van. Sziasztok!